szerencsénk van ezzel a mai reggellel. Legalábbis a fényekkel, egyszerűen igazi fotós fények vannak. Egy olyan 25 évvel ezelőtt Almádi mellett egy elütött példányt találtam. És akkor tudatosult bennem, hogy hoppá, itt van ez a madár. És annyira titokzatos, hogy úgy gondoltam, hogy megpróbálom fényképezni. Na most az akkori idők technikájával most már látom, hogy ez gyakorlatilag esélytelen volt. Erre bekanyarodunk ezen a kis dombon föl, letérünk az útról, gyertek utánam. Lehetőleg csendben. Úgy lépkedjetek, hogy ne ropogjon a lábatok alatt a kavics. Sok időt kint töltök, és keveset fényképezek. Szinte reflexből exponálnak egy-egy ilyen képre, úgyhogy mondjuk kézben tartott fényképezőgépről készítem ezeket a felvételeket, tehát nem állványodom, amikor fixen le van rakva, hanem kézből, és mégis ugyanaz a kompozíció sikerül. Tehát van már egy belső kép. Kellene, hogy halljuk, de ha nem fogunk hallani semmit, lehet, hogy köze van ehhez a reggeli hűvös harmatos, meg párás időhöz, mert ilyenkor azért már kellene hallanunk. Főleg azért, mert gyakorlatilag ez a revírjének a közepe, és itt van mellettünk az a fa, innen 30 méterre, amelyik a pihenőfája. Bemegyünk arra a kis tisztásra, biztos, ami biztos, hát ha valamit megmozdítunk. Van egy képem, ami azt a pillanatot rakít meg, amikor a hím egy nagyon különleges hangot hallatva védi a területét. Tehát az konkrétan a párzási időszak, és olyankor a tojóval kommunikál. A levegőben adja ezt a hangot, és közben fölfújja magát, mint egy pulyka. Az egyébként ilyen fecskeszerűen karcsú madárból lesz egy ilyen kis fölfúvalkodott hólyag egy pillanatra. És erről van egy felvételem. Kicsit az égbolt is látszik. Örülök, hogy sikerült ezt összehoznom. Úgy vagyok, hogy kijövök szabadban, leülök, figyelek, nézem, hogy mi van körülöttem, mi történik, mi nyílik. Sok egyéb dolog is, és így próbálom magamba szívni a környező világot, és így fényképezni alkalmanként. Azt a képet szeretem, amit saját magam kútfőjéből dolgoztam ki, az elejétől a végig. Amit én magam megtaláltam, fölmértem, kiderítettem, hogy mi hol van, hogyan mozog, mikor lehet megtalálni. Nem szembesültem mostanában ilyennel, hogy egyáltalán nincsen mozgás. Tavaly, amikor próbálkoztam, akkor egy vakúval fényképeztem, és ugye igazából az lenne, hogy a minimum két oldalról meg tudnám világítani. Nagyon gyakran használják ma már egyre többen fotósok, hogy lejátszák a madár saját hangját, vagy pontosabban a fajnak a hangját, és akkor ezzel ösztönzik a madarat arra, hogy védje a területét. Megpróbálunk, bejátszunk egy kis hangot, hogy hát, ha erre érzékenyen reagál a madár. Nincs. Tehát ez annyira szokatlan. Mióta megérkeztek madarak, majdnem minden estémet kint töltöttem az erdőben. Egyszerűen megszerettem. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka. Hát szerelem, ez ugye észérvekkel nehezen magyarázható.